Sziasztok! Üdvözlök mindenkit az Innonik Akadémia legújabb előadásán, ahol az innonikos értékekről lesz szó, és az innonikos céges kultúráról, avagy ugye alapvető értékek és viselkedési normák és sikeres startup építéséhez. Nyilván én elfogult vagyok, és úgy gondolom, hogy ezek azok az értékek, amik az innonikot és az innonikos startupokat sikerre viszik, de én őszintén hiszek benne, hogy ezeknek az értékeknek legalább nyomokban érdemes bármely sikerre törekvő startup kultúrájában megjelenniük. Mielőtt belekezdenék és bemutatnám magukat az értékeinket, hadd beszéljek először magáról a cégkultúráról, hogy miért fontos a cégkultúra. A cégkultúra egy sikeres cég egyik legfőbb tartóoszlopa. Szokás mondani, hogy ugye azok a viselkedési normák, azok a viselkedési minták, ahogy ugye a kollégák egy adott szituációban, gyakran egy ismeretlen helyzetben viselkednek. Úgy is szoktam ezt mondani, mondjuk más cégvezetőknek, hogy kvázi a cégkultúra az, amikor a kollégáid viselkednek, amikor te nem vagy ott. Vagy egy másik idézetet mondjak, a kultúra maga a cégednek az immunrendszere. Kvázi segít azokat a rossz viselkedéseket, azokat a rossz viselkedési mintákat, és kvázi mondjuk a rossz viselkedésű embereket távol tartani a cégettől. Kérdés az, hogy ehhez miért kell cégkultúra, miért nem elég ehhez a, mondjuk a rendszerek, a folyamatok, ugye a processzek, irányelvek és egyéb ilyen dolgok. Ugye a klasszikus menedzsmentben, a klasszikus cégvezetésben ez így működik, hogy ha szeretném, hogy egy adott szituációban viselkedjenek kollégák, akkor arra írunk egy irányelvet, egy folyamatot, egy szabályokat, és akkor azt mondjuk, hogy így kell viselkedni. Nos, hát lehet, hogy vannak olyan iparágak még manapság is, ahol ez működik, ahol annyira stabil, egyszerű a helyzet, hogy minden szituációra tudunk írni egy szabályt. Egy startup építés az biztos, hogy nem egy ilyen világ. Egy startupnál bizony folyamatosan változnak a dolgok, minden nap, minden percben kvázi új kihívásokkal szembesülünk, és ezekre az új kihívásokra nem tudsz szabályokat, nem tudsz irányelveket írni. Sőt, hát nagyon sok esetben, ugye, de a kollégáid sokkal jobban tudják, hogy hogyan kell egy adott szituációban egy adott problémára megoldást adni, mint hogy te tudnád, és te nem fogod tudni helyettük ezt ugye megmondani. Maga a komplexitása ennek a cégnek, meg igazából az egész világunknak folyamatosan nő. És ebben az egyre komplexebb világban bizony egyre komplexebb kihívásokkal szembesülünk, és összességében lehetetlenség ezekre irányelveket, szabályokat hozni. Helyette, amit tudunk hozni, azok egyfajta ilyen ökölszabályok, ugye? Hogy nagyjából hogyan kezeljük a kihívásokat, hogyan reagáljunk a problémákra, ezek kvázi az értékek, és hosszú távon szerintem nincs más lehetőségünk, mint stabil értékeket adni a kollégák kezébe, jó példát mutatni cégvezetőként, hogy ezekben őszintén hiszünk, és utána hagyni, hogy mindenki tegye a dolgát. És egy másik fontos ok, ami miatt szerintem nem működik még ez a irányelves folyamatok mindent, legyen egy szabály, vagy jellegű mondjuk menedzsment, hát az, hogy még ha ez lehetséges lenne is, ami szerintem nem lehetséges, de még ha lehetséges lenne is, hát bizony ki akarna egy ilyen cégbe dolgozni, ahol ostorral kell állni a kollega háta mögött, hogy ugye már csináld, és mondd, amit mondok, bocsánat, te tedd, amit mondok. Senki nem szeretne, pláne egy okos emberek nem szeretnének egy ilyen kultúrájú cégben dolgozni, helyette mindenki egy olyan cégben szeret dolgozni, ahol bíznak benne, ahol vannak méltó kihívások, és aztán mindenkire rá van bízva, hogy tedd a dolgot. Szóval alapvetően ebben segít a cégkultúra, és még egy utolsó gondolat, vagy nevezzük így idézet, ugye, hogy a vállalati kultúra megeszi a stratégiát reggelire. Mit jelent ez? Na, az, hogy a stratégia, a tervek, az egy dolog, de a gyakorlat azt mutatja, hogy a valóságban soha semmi nem a tervek szerint alakul. Ettől függetlenül tervezni fontos, és fontos elképzelni, hogy merre akarunk tartani, és hogyan akarunk eljutni oda,
de megint a komplexitás miatt, meg hát ugye a rendkívül sok ugye bizonytalan tényező van egy ilyen tervben, végeleményben mindig valami másképp alakul. És az, hogy ezeket a kihívásokat, ezeket a változásokat utána hogyan kezeljük, és hogy mennyire agilisan, a megfelelő módon reagálunk ezekre, az bizony megint egy a helyes cégkultúrán múlik, és hogyha mindenki csak szabályok alapján próbál dönteni, és hoppá, itt egy szituáció, amire nincs szabály, akkor hát akkor ott megint végig a dolognak. Jó, na hát akkor ennyi bevezető után, lássuk is akkor, hogy mik az innonikos értékek. Hét fő alapértékünk van, amiknek az angolul leírt kezdő betűjük, mit a Isten véletlenül, az awesome, vagyis magyarul nagyszerű szót rakják ki. Bevallottan törekedtünk arra, hogy egy értelmes szót adjanak ki ezek a kezdőbetűk, mert így sokkal-sokkal könnyebb ezekre emlékezni. Korábban is amúgy ezek voltak az értékeink, csak másképp neveztük őket még, és emiatt soha senki nem tudta őket, legalábbis mind a hetet felidézni. Amióta így betűszőt alkotnak, azóta sokkal-sokkal egyszerűbb. Úgyhogy én ezt amúgy mindenkinek javaslom, hogy ha változtatás az értékeken, próbáljátok egy olyan érték halmast összerakni, aminek a kezdő betűje valami felidézhető szót ad ki. Akkor nézzük is akkor egyiket a másik után. Az első értékünk az always keep improving, ugye? Folyamatosan törekedj a fejlődésre. Ez a sorrendben is ez az első értékünk, de amúgy fontosságban is úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb érték. Mint láttuk, a világ folyamatosan változik. Hogyha tegyük fel, most sikeres a cég, te is sikeres vagy, az holnapra ez megváltozhat. Jön fel a konkurencia, megváltoznak a körülmények. Én azt szoktam mondani, hogy az egyetlen hosszú távú és fenntartható versenyelőny az, hogyha gyorsabban tudunk fejlődni, mint a konkurencia. Ez egyéni szinten is, tehát ez nem csak egy céges érték, én úgy gondolom, hogy egyéni szinten is a legjobb befektetés, amit tehetsz, az az, hogyha ha önmagadba fektetsz, és folyamatosan olvasol, tanulsz, podcasteket hallgatsz, és próbálsz jobb lenni, mint tegnap voltál. Szintén ennek az értéknek a része az is, hogy legyél nyitott más gondolatokra, hogyha valaki nem ért veled egyet, hogyha van egy vita cégen belül, próbálj nem makacsul ragaszkodni mindenképpen a saját nézőpontodhoz, hanem próbálj ugye nyitott aggyal, gondolattal, tehát a mindsettel hozzá ezeket a dolgokhoz, mert mit lehet tudni, még az is lehet, hogy nem neked van igazad. És tudd, hogy akármilyen jó vagy jelenleg abban, amit csinálsz, abban a pozícióban, mindig van hova fejlődni. Nekem, én sokszor elkövettem már ezt a hibát, beismerem, hogy azt hittem magamról, hogy valamiben most már tényleg nagyon jó vagyok, és utána nem kellett olyan sok időnök általában eltelnie, hogy rájöjjek, hogy a jóságos Isten, mennyire keveset tudok még, és mennyi mindent lehet még az adott területen tanulni. Ja igen, itt az idézet, amiről az előbb beszéltem. A második fontos értékünk a wow your customer. Vagyis próbálj meg lenyűgözni az ügyfeleidet. Ez nyilván igaz akkor is, hogyha mondjuk egy ügyfélkapcsolaton, vagy marketingen, vagy szélzen, vagy ilyesmi, ugye vagy, és közvetlenül beszélsz az ügyfelekkel, de ez amúgy nem csak rájuk igaz. Ez igaz akkor is, hogyha te mondjuk egy kiszolgáló részlegen vagy, pénzügyen, HR-en, és a te ügyfeleid igazából nem a végső fizetővevők, hanem mondjuk a kollégák. Minden esetben érdemes arra törekedni, hogy boldoggá tedd az ügyfeleidet. Van egy mondás, hogy az elégedett vevő a legjobb reklám, ugye? Én hiszek abban, hogy egy cég, sőt igazából egy ember sikerének is a záloga, hogy mennyi értéket képes teremteni, hogy mennyire sikeressé
képes tenni az ügyfeleid, és minél több embernek tudunk minél több értéket teremteni, általában annál sikeresebbek ugye leszünk mi magunk is. És tehát ha van egy kihívás, egy feladat, ha beszélsz egy ügyféllel, ha beszélsz egy kollégával, ha van egy probléma, amit meg kell oldani, mindig próbáljuk azt inkább 101%-osan megoldani, mint 99%-osan. Általában nagyon kevés extra erőfeszítést igényel, mondjuk a 101%-a a 99-hez képest, de pont az a kis plusz 1-2% az, ami a wow, ami a lenyűgözöttséget adja a vevő számára. Van egy nagyon jó történet, amit el szoktam mondani az ilyen céges orientációs napokon. A KPMG-nek, a világ 4 legnagyobb adótanácsadó cégének egyikében történt ez a dolog, a londoni irodában, hogy reggel 7 órakor megérkezett egy dél-amerikai ügyfél. Az egyetlen bent lévő kollega John volt, aki kedélyesen üdvözölte. Megkérdezte, hogy üzletügyben jár-e itt, és hogy megbeszélésre jött-e. Mondta az úr, hogy igen, 9-től van egy meetingje. Látta John, hogy bőröndel jött, és megkérdezte, hogy esetleg le akar-e zuhanyozni az út után. Az ügyfél ezt örömmel elfogadta. Ekkor John megkérdezte, hogy esetleg kér-e egy kis reggelit is a zuhany után. Az ügyfél ezt is elfogadta. A zuhany után a tárgyalóterembe kísérte, ahol egy kávé és egy kis muffin volt bekészítve reggelinek. A tárgyaló partner 8:45-kor megérkezett a tárgyalóhoz, és nagy hívvel benyitott kezében a kész prezentációval. Tudta, hogy ez a dél-amerikai ügyfél aznap még 2 versenytársukhoz is elmegy. De az ügyfél az ajtóban megállította, álljon meg, és ne mondja semmit, csak mutassa meg, hol kell a szerződést aláírnom. A partner nem értette, hogy mi történt. De az ügyfél csak annyit mondott, hogyha ez az általános ügyfélkezelés itt a KPMG-nél, mint amit ő kapott Johntól, akkor neki nem kérdés, hogy kivel akar dolgozni. És a KPMG ezután már csak azon gondolkodott, hogy vajon mi lett volna, ha még egy szendvicssel is megkínálja John az ügyfelet. Ez egy, hogy ez valóságban megtörtént-e ez a párbeszéd, vagy ez a sztori, ezt igazából bevallom, nem tudom, de ettől függetlenül egy nagyon jó kis történet, ami a Wow Your Customer mindsetet szerintem nagyon jól alátámasztja. A harmadik értékünk az experiment, a kísérletezés. Ha bármi újat csinálunk, és ugye egy startupnál szinte mindig minden új, akkor bizony nagyon gyakran nem tudjuk, hogy mi a helyes út, mi a helyes irány, és bizony ugye kísérletezgetni kell, próbálkozni kell. És nem lehet ez csak neked cégvezetőként mondjuk kísérletezgetni, hanem minden kollégának, mindannyiunknak fontos, hogy folyamatosan egy ilyen kísérletező gondolkodásmódul álljunk hozzá a dolgoknak. Ez a kísérletezése, a hibázás is együtt jár. Ha egy valami új dolgot csinál az ember, abban abszolút benne van az, hogy esetleg az nem úgy alakul. Ezért nagyon fontos, hogy a cég a hibákat abszolút pozitívan kezelje. A hiba az nem egy rossz dolog. A hibák hiánya az egy rossz dolog. Ha nincsenek hibák, azt jelenti, hogy nem próbálkoztunk új dolgokkal, nem kísérleteztünk, és nem tanul. Ahol nincs hibázás, nincs tanulás sem. Úgyhogy mindenképpen javaslom, hogy ha cégvezető vagy, akkor próbáld ezt a fajta kísérlező mindsetet megtartani, bevezetni. Legyenek retrospektív meetingek, mondjuk a cégen belül, az egyes sprintek után például, ahol megpróbáljuk lemondni a tanulságokat. Ha volt egy kampány, ha volt egy rosszul sikerült projekt, akkor abból is igazából nem szomorkodni kell miatta, hanem le kell közösen ülni, és le kell vonni a tanulságokat ebből. És persze mindig keresni, hogy mit lehet tanulnunk ebből a dologból. A negyedik érték a sweet floor, amit úgy tudnék magyarra lefordítani, hogy legyél alázatos, és hogy sose érezd azt, hogy valami nem a te dolgod, hogy valami, hogy büdös a munka.
Engem mindig is roppant, nem is tudom, mondjam, frusztrált az, amikor volt egy szituáció, ahol egyértelműen egy adott mondjuk kollega tudott volna megoldást mondjuk nyújtani egy adott problémára, de az a válasz jött vissza, hogy hát ez nem az én dolgom. Igen, a szervezeti struktúra szerint az valóban nem a te dolgod, de ha éppen te voltál abban a szituációban, amikor te tudtad volna mondjuk azt a kis adott problémát megoldani, hát akkor igenis a te dolgod. Az előző példa, ez a John-os KPMG sztori, ez nagyon jó példa erre a dologra, hogy ott is ugye nem John-nak a dolga lett volna az adott ügyfelet köszönteni és megkínálni sütivel, de megint ő volt a legjobb helyzetben. És itt a wow your customer értéket is, ugye lehet, hogy éppen van egy ügyfélkapcsolat, aki alapvetően ügyfelekkel kapcsolatot tartanak, de hogyha éppen te beszélsz valakivel, te találkozol valahol, ha egy konferencián beszélsz ilyesmi, akkor te is a cég arca, vagy te is abszolút képviseled a dolgokat, és ennek mentén érdemes ugye eljárnod. És ez kapcsolódik szorosan az ötödik értékünkhöz, az owner mentality-hoz. Ugye mit jelent ez? Hát ugye gondolkozz tulajdonosként. Hogyan gondoltok egy tulajdonos? Hát egy tulajdonos ugye proaktív, nem nézi tétlenül, hogyha valami rossz. Nem törődik bele, hogy hát ez így működik, hát így van, nem. Hanem ugye megpróbál változtatni rajta. Hogyha látsz valakit, vagy valamit, ami mondjuk fel a céges értékekkel szembe megy, akkor azt igenis jelezd. Hogyha van egy projekt, egy feladat, valami, amit szerinted furcsa, vagy nem érted, hogy miért úgy van, kérdezd. Ugye nyilván az is, hogy miért kellene neked szó nélkül elfogadni azt, hogy ezek így működnek. Igenis, próbálj proaktívan változtatni a neked nem tetsző dolgokon. És persze ne elégedj meg a tűzoltással. Tehát, hogyha van egy probléma, ami felmerült, a problémák mindig vannak és lesznek. Ez rendben van. De próbálj meg ne csak eloltani azt az aktuális tüzet, ne csak megoldani azt az aktuális problémát, hanem próbálj meg ugye mindig mögé gondolni, hogy vajon miért jött elő az adott probléma, és vajon mi a gyökere annak a problémának, és esetleg magát a gyökeret is kezelni, ne csak a konkrét tüneteket. És ja, hát ugye, mint tulajdonos, ne nézz tétlenül, hogyha valaki szándékosan, vagy akár szándéken kívül kvázi kárt okoz a cégnek, hanem próbálj meg aktívan tenni ez ellen. Igen, a Netflix ez egy jó példa. Ugye a Netflix is leépített minden irányelvet, és igazából az egyetlen érdemi irányelve maradt. Act in Netflix best interest. Ugye, hogy viselkedj úgy, hogy a Netflixnek a lehető legjobb legyen. Most hirtelen ezt a fordítást tudtam így improvizálni. A hatodik értékünk a mutual respect. Avagy adjuk meg egymásnak az egymást kölcsönösen megillető tiszteletet. Régebben, még a nagyon sok évvel ezelőtt, még a cég szabályzatban ez úgy volt benne, hogy utáljuk a seggfejeket. Ez ma már ez így nem illik ilyesmit beleírni egy cég szabályzatba, de alapvetően úgy gondolom, hogy szeretnénk olyan emberekkel együtt működni, és olyan embereket bevonzani magunk közé, akik igenis tisztelettel bánnak egymással. Ugye úgy is el lehet mondani, hogy viselkedj úgy másokkal, ahogy szeretnéd, hogy mások is veled viselkedjenek. És nagyon fontos, hogy ez igaz, nem csak a peerekkel, a veled egy szinten lévő kollégákkal, hanem ez a beosztottakkal és a felettesekkel is igaz. Sajnos nagyon sok cégnél van az, hogy eltérő standardek vannak, fogalmazzunk így, felfele vagy lefele, és hogy egész másképp viselkedünk mondjuk a főnökünkkel, mint a beosztottunkkal. Ez egy nagyon helytelen hozzáállás, úgy gondolom, hogy mindenkivel egyformán kell bánni. És ez a Stephen R. Covey idézet nagyon itt tartozik, hogy bánj úgy a kollégáiddal, ahogy szeretnéd, hogy ők a vevőkkel bánjanak. Tehát nagyon nem működik az, hogy azt mondjam, hogy
hogy tisztelettel kell bánni a vevőkkel, de én magam nem adom meg a tiszteletet a saját kollégáimnak. Hát ugye a valóságban ez nagyon ritkán működik. És végül a hetedik céges értékünk az enjoy the game. Túl rövid az élet ahhoz, hogy az ember olyan munkát végezzen, olyan munkahelyen dolgozzon, amit nem élvez. Ugye ez is az egyik motiváció, és én magam is én szeretnék egy olyan közegben dolgozni, ahol jól érzem magam, de amúgy ennek vannak még, nevezzük ugye pragmatikusabb vonulata is, konkrétan az, hogy szerintem senki nem tud jó munkát végezni, senki nem tudja a tőle tehető maximumot kihozni magából, hogyha amúgy nem érzi jól magát. Tehát főleg a kreatív munkához, ahhoz igenis egy jó, boldog lelkiállapot kell. Ha szenvedsz, akkor az lehet, hogy a muszájból meg tudsz oldani egy problémát, egy rutin feladatot meg tudsz csinálni, de megint az igazi kreatív dolgokhoz, ahhoz jól kell magad igenis érezni. És a kollégáknak is jól kell. És úgy gondolom, hogy ez megint közös felelősség. Tehát, hogy ez nem a HR-nek a dolga, hogy valaki jól érezze magát, hogy mindenki, hanem minden egyes percben, minden egyes interakcióban a kollégákkal, minden egyes meetingen, mindannyiunk felelőssége, hogy a többiek hogy érzik magukat. Hogyha rossz kedvel megyünk be, hogyha ingerültek vagyunk, hogyha igazságtalanak vagyunk a másikkal, akkor ezzel pillanatok alatt meg lehet ölni a hangulatot egy bármilyen meetingen. Ellenben, hogyha jókedvűek vagyunk, lelkesek vagyunk, még ha rossz kedvünk is van, ezt nem persze mutatjuk ki, azzal igenis fel tudjuk húzni a hangulatot, és egy sokkal felszabadultabb, kreatívabb légkört tudunk árasztani. Jó, ugye ez a hét érték volt, ugye aminek a kezdő betűje az awesome betű szót teszi ki. Lássuk akkor most még az úgynevezett, nevezzük ugye magát a támogató környezetet, hogy mik azok a viselkedési normák még ezeken felül, amik úgy gondolom, hogy szintén szükségesek. Ezeket valakik szintén beépítik az alapvető értékei közé, mi ezeket nem építettük be, de ettől függetlenül ezeket is én egy fontosnak tartom. Az első ilyen viselkedési norma, nevezzük így, az a tarts be, amit ígérsz. Hát ugye ez egy olyannyira alapvető dolognak tartom, hogy igazából talán mondhatom, hogy szót sem érdemel, de azért sok olyan helyzetet láttam már, amikor ez igenis szót érdemelt volna. Szóval nyilván cégvezetőként, hogyha mondasz át, de B-t viselkedsz, ugye ha a bort iszol, vizet prédikálsz, hát akkor puffogtathatsz te akármilyen hangzatos szavakat, meg lehetnek a falra írva akármilyen hangzatos értékek, hogyha azt látják a kollégák, hogy ez hát bizony a valóságban nem ez működik, akkor ezzel legjobb esetben csak egy kis cinikus szemforgatást, vagy maximum egy hallgatólagos beleegyezést fogsz elérni, de semmiképp sem azt, amit szeretnél. Szóval ja, ennek abszolút része egy is tartsd, amit ígérsz, és hogy ne ígérj olyasmit, amit amúgy nem tudsz betartani. A második fontos viselkedés norma, ugye légy őszinte. Ugye a bizalom egy startupnál, de igazából szerintem akármilyen cégnél egy alapvető elem, hogyha nincs meg kölcsönös bizalom, hogyha mindenre rendszerek, processzek, ellenőrzések, kontroll és egyéb ilyen dolgok szükségesek, ott nem lehet haladni. Ott bürokrácia van, ott lassúság van. Én úgy gondolom, hogy nyilván az első pont is, hogy tartsd be, amit ígérsz, az is a bizalomnak egyik legfontosabb alapvető eleme, de szerintem ez is fontos, hogy ja, legyünk egymás őszinték. Én, mint cégvezető, igenis mondjuk meg, amit gondolunk, persze nyilván megint a mutual respect, tehát ugye a kölcsönös tisztelet megadásával, nem cél, hogy a kollégának a lelkébe belegázoljunk, igenis egymás érzésével lehet és érdemes törődni, de fontos elmondani, és hasonlóképpen várjuk is el ezt a fajta őszinteséget. És ugye ez azzal kezdődik az egész, hogy transzparensek vagyunk, az egész szervezet transzparens, hogy nem érzi azt a kollega, hogy hát bizony itt mindent rejtegetnek előlem, hanem ugye nálunk az Inonikon belül csak minden, talán mondjuk a személyes béreket leszámítva, minden más publikus, minden más elérhető, és
Nem rejtegetjük a dolgokat, se a jó híreket, se a rossz híreket. Ezáltal a kollégák is abszolút érzik azt, hogy megbízunk bennük. És ha jön egy új kollega is, ott mindig, tehát nem az van, hogy majd bizonyíts, és aztán megbízunk benned, nem, hanem alapból megbízunk mindenkibe, és ezt a bizalmat maximum eljátszani lehet. Szintén fontos viselkedés, mert szerintem ez a hosszú távú gondolkodásmód. Szoktam mondani, hogy túl kicsi ez az ország és ez a világ ahhoz, hogy az ember itt ellenséget szerezzen. Ez nyilván a humán kapcsolatokra is igaz, hogy megpróbálunk hosszú távon gondolkodni, és rövid távú előnyökért mondjuk fogalmazunk, hogy nem eljátszani a becsületünket, de ez a céges döntésekre is abszolút igaz, hogy igen, rövid távon néha egy-egy kétes kampánnyal lehet rövid távú előnyökre szert tenni, csalhatunk, fogalmazunk úgy, de nem éri meg, nagyon ritkán éri meg. Én szerintem mindig mindent érdemes hosszú távon csinálni, jó, nyilván kivéve van időnként a tűzoltás, amit éppen rövid távon kell eloltani, de a legszükségesebb tűzoltást beszámítva a legtöbb döntést érdemes tényleg olyan szemmel meghozni, hogy ez ugye hosszú távon milyen hatással lesz ránk, kapcsolatainkra. Ugye vannak olyan cégek, ahol a cél mindent szentesít, például az Uber. Ugye az Ubernél jellemző az, hogy amíg a számokat hozod, addig bármi megengedett. És hát ugye szokás rá mondani, hogy ez egy etikátlan cég. És vannak olyan cégek, mint például mondjuk a Facebook, ahol igenis be kell tartani bizonyos etikai normákat. És hát mi sokkal inkább mondjuk a Facebookhoz szeretnénk tartozni. A negyedik viselkedés norma, ez a légy agilis. Légy gyors, hatékony, egyszerű. Egy startup építés, tehát a startupot nem lehet lassan építeni, szerintem. Az, hogy milyen ütemben tudunk haladni, milyen ütemben tudunk új dolgokat kipróbálni, milyen ütemben tudunk tanulni, ez alapvetően meghatározza a sikerességünket. És nyilván ehhez szükséges az, hogy az egyszerűség, az, hogy amit csak lehet, ne bonyolítsunk túl. Az, hogy mindent, amit ki lehet próbálni kicsibe, azt próbáljuk kicsibe, és ne nagyba egyből, mert ugye mi, ha nem működik, nyilván bukjunk kicsiket inkább, sok kis pici hibát kövessünk el, mint kevés nagyot. És ugye nyilván magában a folyamatokban is minél kevesebb szabály, minél kevesebb bürokrácia, minél kevesebb kontroll, annál ugye gyorsabban lehet haladni. És végül ugye az ötödik, ugye a törekedj a közös sikerre. Hát bizony, ugye mi hiszünk abban, hogy egy kis verseny is ugye jut a testvénynek, de még inkább hiszünk a kooperáció erejében. Az igazán jó gondolatok általában nem egy légüres térben születnek, hanem okos emberek beszélgetnek egymással, okos emberek vitatkoznak egymással. Illetve hát bizony, ugye akármilyen okosak, ügyesek vagyunk is, tegyük fel, nem tudunk egy minden problémára egyedül megoldást találni. Igen, és szükségünk van segítségre és tudnunk kell, hogy ja, vagy közösen tudunk haladni előre, vagy sehogy. Van ez a nagyon jó afrikai közmondás, ha gyorsan akarsz haladni, menj egyedül. Ha messzire akarsz jutni, menj másokkal. Hát ezt nem nagyon tudom, hogy lehetne szebben kifejezni, de talán igen, egy mondatban törekedj a közös sikerre. Nos, ennyi lett volna. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, és kívánom mindenkinek, hogy egy olyan cégben dolgozhasson, és dolgozzatok, ahol ezeket az értékeket nem csak szavakban, de a valóságban is megélik az emberek. Sziasztok!